Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok, a Mind Megette konyhájából. Ez itt a szokásos sütisuli sorozat. Ma egy nagyon-nagyon különleges desszertet fogok nektek elkészíteni. Azért különleges és meglepő, mert hogy zöldségből készül. Ugye ezen általában megszoktunk lepődni, hogy a zöldségből lehet desszerteket készíteni, pedig ha megtudjátok, hogy a mai sütim alapja a cékla, akkor tulajdonképpen nem is olyan meglepő, hiszen a céklának van egy édeskés íze, ezzel fogom én most elkészíteni a csoki tortát. Én már itt az előkészületek során megsütöttem a céklát. Két módszert tudok nektek ajánlani a cékla megpuhítására, vagy ez, amit én most alkalmaztam, hogy alufóliába csomagolva 200 fokon kb. Fél óra alatt puhára sütitek a céklát, vagy egész egyszerűen meghámozzátok, kockákra vágjátok és bő vízben megfőzitek. Most először is meghámozom a céklát, egy picit forró még. Hát ugye a céklával való munkának megvan az a hátránya, hogy szépen beszínezi a kezünket, úgyhogy ha gondoljátok, akár kesztyűt is használhattok. Egy picit hagyom a céklákat hűlni, nagyon forró még, azt még egy kicsit összekockázom. Amíg hűl a cékla, gőz fölött az apróra tört csokit és a vajat összeolvasztom a csoki tortába. Amíg olvad a vaj és a csoki, fogok egy tálat, és a száraz anyagokat, vagyis a tönkölylisztet, a kakaót, természetesen cukrozatlan kakaó, a sütőport, és a diót, amit előzetesen megpirítottam és nagyobb darabokra vágtam, egy tálban összekeverem. Ja, és majd elfelejtettem, egy icipici só. Ezt is mindig elmondom, minden édesbe kell a só, hogy kiemelje az ízeket. Ha ezzel meg vagyok, visszatérek a csoki vajkeverékhez, már mindjárt jó lesz. Egy másik tálban föl is ütöm a tojásokat. Ha egészséges a desszert, tönkölyliszt és zöldség, akkor természetesen barna cukor és nem fehér finomított cukrot használok. Na most már szépen össze is olvadt, még pár vajdarabka van, de az már magától is el fog olvadni, hiszen forró lett ugye ez a kis keverék. Visszatérek a céklához, ami időközben annyira kihűlt, hogy már lehet vele dolgozni. Ezt most egy botmixerrel összepürésítem. Egy keveset félreteszek a céklapüréből, ezzel fogom ugyanis majd színezni a mascarpone krémet. Kb. Egy olyan evőkanálnyi. És akkor vissza a tojáscukor keverékhez. Ezt pedig kézi robotgéppel kihabosítom. Most mehet a tojáshabba az olvasztott vajas csoki, ezzel is egy picit összekeverem. A céklapürét is hozzáadom. És végül több részletben hozzákeverem a lisztes diós keveréket, ezt már csak kézzel, óvatosan. Nézzétek meg, milyen gyönyörű színe lett a céklától, szinte olyan, mint egy vörös bársony torta. Most fogok egy tortakarikát, én nagyon szeretek ezekben a karikákban sütni, mert egyenletes lesz és nincs megszakítás a torta oldalán. Fogok egy sütőpapírt, ráteszem a tortakarikát, és szépen szorosan becsomagolom bele a karika oldalát. Ráteszem a formámat a tepsire, így már biztosan nem fog kifolyni belőle a massza. Most beletöltöm az összes gyönyörű, szép, bordó színű céklás csokis piskóta masszát a karikába, és a spatulával egy kicsit eligazítom, sőt, rá is húzogatom a tortakarika oldalára. Nem szabad kivajazni, kizsírozni semmilyen zsiradékkal a tortakarika oldalát, mert akkor lecsúszik rajta a tészta, így viszont szépen meg tud kapaszkodni, és így nem lesz pupos a közepe. Elegyengetem a közepét, és beteszem a 180 fokra előmelegített sütőbe. Kisült a gyönyörűséges céklás csokis piskótám, most még meleg egy picit,
úgyhogy gyorsan ki is vágom a tortakarikából, hogy rá tudjam majd nyomni a mascarpone krémet. Először is lehúzom a sütőpapírt, és egy vékony pengélyű késsel szépen körbevágom. Annyira laza az állaga, hogy szinte alig merek hozzányúlni. Hagyom még itt a rácson egy kicsit kihűlni, amíg elkészítem a céklás mascarpone habot. A mascarpone habhoz meglepő módon szükségem van mascarpone-ra, magas zsírtartalmú tejszínre, tehát ugyanúgy, mintha tejszínhabot akarnék verni, legalább 35%-33% zsírtartalmú tejszínt használok, hiszen ez fogja majd az állagát adni ennek a habnak. Jöhet hozzá egy pici porcukor, egy kis őrölt vanília, és ami a színét adja, a gyönyörű lila céklalé. Először csak picit teszek hozzá, aztán majd meglátom, hogy kell-e még több. És ezt az egészet szépen kézi robotgéppel kihabosítom. Most a krémet betöltöm egy habzsákba. Ráteszem a tortalapot, ami időközben már kihűlt, közepére. Mivel nagyon omlós, laza ennek a céklás csokis piskótának az állaga, tényleg ahányszor hozzáérek, annyiszor érzem, hogy porlik szét, hogy mielőtt rátölteném a mascarpone habot, mindjárt rá is teszem a tortatára, amint tálalni akarom. Egy ilyen jó széles spatulával alányúlva semmi baj nem lesz. És jöhet a mascarpone hab. Szépen spirál alapba rányomom. Igazából ehhez kell a forgatás, mert így nem a kezemet kell körbe-körbe küldenem, hanem szépen a tál forog, én csak nyomom rá. Hogy a spirál formát meg tudjam tartani, használok egy ilyen úgymond hajlított pengélyű kenőkést, és ezzel újra berajzolom a spirál formát a habba. Én találtam a fiókban ilyen gyönyörű szép kis rózsaszín meg lila cukor szívecskéket, amiket bizony most én még rá fogok szórni erre a tortára. Szerintem nagyon szép lett. Egy picit azért visszateszem a hűtőbe, mert a mascarpone elkezdett elindulni. Most kell neki megint egy kis hideg, hogy visszafagyjon, és aztán már tálalom is.